Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr. Napokban látott napvilágot a hír, mely szerint Szlovákiában állami kártérítésre számíthatnak azon egészségügyi dolgozók hozzátartozói, akik munkavégzés közben fertőződtek meg az új koronavírussal és belehaltak a COVID-19 betegségbe. A kártérítés összege 58.712.000 euró lenne. A szlovák kormány szerdán hagyta jóvá az erről szóló törvényjavaslatot. Többszörös fideszes bojkott után pár hete végre napirendre került a Népjóléti Bizottságban a koronavírus járvány miatt elhunyt egészségügyi dolgozók hősi halottá nyilvánításáról szóló H/14174-es számú határozati javaslaton. A kormánypárti képviselők megalapozatlan indokokra hivatkozva tartózkodtak a javaslat elfogadásától. Az általuk felhozott kifogások főleg azért érthetetlenek számomra, mert Orbán Viktor miniszterelnök úr számtalanszor hangsúlyozta, hogy jelenleg egy vírus ellen vívunk háborút, és a frontvonal első sorában az egészségügyi dolgozók állnak. Azt gondolom, ebben egyetértünk. Kérdezem ezért tehát államtitkár urat. A szlovák példát követve tervezi a kormány, hogy újra gondolja a javaslatom elfogadását, illetve amennyiben nem, milyen formában számíthatnak kártérítésre az elhunyt egészségügyi dolgozók családtagjai. Jelezem államtitkárunak 58 család nevében kérdem a kérdésemet. Köszönöm, hogy meghallgat. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, megadom a szót Rétvári Bence államtitkárunak, miniszterhelyettesnek. Parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőt, úr, tisztelt ház. Azon dolgozik a kormány, hogy minél több egészségügyi dolgozó érezze magát biztonságban, és ezért volt az a döntés is, hogy elsők között pontosan az egészségügyi dolgozók, a kórházakban dolgozó és más rendelőkben dolgozó orvosok és ápolók kapták meg a védőoltást. Ők voltak leginkább kitéve a koronavírus kockázatának, hiszen minden koronavírusos beteg valahol egy kórházban vagy máshol találkozott a kezelő orvosokkal. Éppen ezért az orvosoknak, az ápolóknak nagyobb volt a veszélyeztetettség. Ezért voltak ők a legelején az oltásoknak, és ezért volt fontos, hogy azóta is, hogy minél több helyről, minél több oltást tudjunk beszerezni, hogy ők biztonságban legyenek, hiszen ha ők már védettek a koronavírus járványal szemben, azon mértékben, amilyen mértékben a beadott vakcinák védelmet tudnak nyújtani, akkor a saját egészségüket is jobban meg tudtuk óvni ezáltal, és természetesen a további betegeknek az ellátására is jobban felkészült az intézményrendszer. Ma, amikor tényleg rekordnagyságú a betegszámok alakulása hétről hétre, most és rekordnagyságú az is, hogy mennyien vannak kórházban, most már különösen fontos, hogy a kórházban, akik kezelik koronavírusos betegeket, ők már megkapták az oltásaikat, és náluk a védettség már kialakult. Köszönöm, hogy ön aggódó hangon beszél az egészségügyi dolgozókról, nem úgy, mint sok baloldali képviselő, aki akár járványügyi szakembereket zaklat, vagy kórházakba tör be, vagy álhíreket generál, vagy álmentőssel készít interjút. Mi is igyekeztünk biztonságosabbá tenni a kórházak működését. A járvány alatt biztosított többletforrásokon felül, vagy azok előtt még, összességében 2010-hez képest 915 milliárd forinttal növeltük az egészségügyi kiadásokat. Ez az idejében nyilván jóval-jóval magasabb lesz, nem csak a járványi védekezés felől nyitott erőnyezete miatt, hanem azért is, mert olyan egészségügyi béremelést indítottunk el idén január 1-től, amelyre a magyar egészségügyben még nem volt példa, és ez lehetőséget teremt arra is, hogy a hálapénzt is kivezessük. Így próbáljuk minél inkább megbecsülni az orvosok és ápolók munkáját, és így próbáljuk megelőzni azt is, hogy ők koronavírusos betegek legyenek. Köszönöm szépen!